Sziasztok! Ez a Gábor konyhája 4. epizód. Hogyan készül nálam a bundás kenyér? Az lesz a mai téma. Most volt 3 nap pihenőm itthon, október 23-áig, ugye az ünnepek miatt, a hosszú hétvége miatt. Aztán holnap 24-e, akkor megyek újra dolgozni. Holnapra készítek magamnak bundáskenyeret. Első nekifutásra pár dologra előkészültem, megültem a gázt. Magna meg egyen rajta az olaj. Jöjj, a szőre megpörkölte. Szóval begyújtom a gázt, hadd melegedjen az olaj. 5 tojásból, és azt mondja, hogy 8 szeletkenyérből készítem. Az előkészületek megvoltak, úgyhogy most megsózom egyfelől a tojásomat. Aztán teszek hozzá egy kis borsot, mert én azt szeretem bele. Teszek hozzá egy kis piros paprikát, hát csak azért, mert azt is szeretem bele. Óvatosan elszórom rajta, aztán lehet, hogy ez majd összetapad, összecsomósodik, mikor elkeverem, majd meglátjuk. Így, ennyi elég is, és egy kis vegetát is teszek bele, hogy ízesebb legyen. Máskülönben előfordult már, hogy hagymát is tettem az olajhoz. Megdíszteltem a hagymát, és hogy is adott hozzá egy kis jó kis ízt. Hát ez szerintem ennyi elég lesz. Só, vegeta, a vegeta is tartalmas só. Na most akkor kikeverem a tojást. Szépen egyenletesen, homogén legyen. Már látom is, hogy összetapadtak a paprika porszemcséi, ezeket igyekszem szét asszírozni, elaszoljon a tojásban. Elhúzom a gáztól a tojást, mert a fene ott tegye meg, a végén még a tányérban megsül. Érzem a kezemmel a meleget. Kiraktam egy második tányért is, abba teszem majd az elkészült bundás kenyereket, mert bundás kenyér lesz. Amit most elkészítek, mondjuk 2 óra lesz vacsorára, és akkor 6-ot pedig elviszek holnapra a szolgálatra. Na, szépen egyenletesen ez elkeveredett. Majdnem adottam a villát a sogatóba, de még nem akarom. Hiszen a villát még használni fogom. Elteszem a bundás a kenyeret. A tojásba megbundázom. És már mehet is sűrni. Tehát a következő. Hogy ne csöpögjön a gáztűzhelyre, ezért a következő kenyeret használom a látéknek. Ez már szépen sűr. Egy kicsit várunk, aztán meg fogjuk forgatni. Sokat nem kell várni, pár másodperc is megteszi, ha elég forró az olaj. Volt, aki szerette úgy, hogy éppen csak megkapta a láng. Én szeretem úgy, kicsit hogyha egy kicsit oda is hoznál, egy picit megkapja az olaj, megsül, ott van. Ezek nagyon jók is. Kicsit hagyjuk lecsöpögni, félre a tányérba. Ezek
kenyér, alá a következő, ezt a forró olajba, tojásba a kenyér, mert a forró olajba, hogy süljön. Ugye van még tojásom, lehet, hogy kell még kenyeret szállni hozzá, majd meglátjuk. Igen, az illata finom, azt a videóban nem tudom közvetíteni, és az íze is finom volt, hogy megnyaltam az ujjat, azt sem tudom közvetíteni. A bundás kenyeret szeretem, gyakran készítem. Ami azt illeti, én az olajat föl szoktam használni később is, ha nem koszolom össze nagyon, nem sűrűnek benne nagyon az ételek, akkor én ezt egy szűrő fölött egy... És a töltsét kell hozzá, vissza szoktam önteni vagy a saját olajba, el van az ott végül is egy hétig. Vagy volt már rá példa, befőttes üvegbe öntöttem vissza, és a következő sütéskor ezt az olajat simán föl lehet használni, semmi baja nem lesz neki ilyen. Szóval ez így hadd süljön. Ítéljük meg, hogy a tojás kevés, lehet hozzáadni egy kis tejet. Ízlés szerint ezzel is össze lehet keverni, és a következő sütések azok teljesen készült tojásra adották lesznek, arra kell vigyázni, ha valaki tejérzékeny, annak nem kell a tej. Kisütöm, ez jó lesz a ma esti vacsorára. El is fogyott a tojásom. Ilyen egyszerűen és gyorsan készül a bundás kenyér. Vacsorára is kiváló. Illetve rácsomagolom, akkor kiváló lesz holnapra is. Ó, szép! Az aranybarna jó szín, de mondom, hogy szeretem egy kicsit alakot. Nagyon jó hozzá egyébként a sima vörös fagyma. Meg is lehet kecsapozni, egy ilyen kis tálkába hónap szépen elfér, ha meg lenne a teteje, na forgassuk meg. Egy kis ízlecsöpögtető papír végni. És ott a vacsora. Paradicsom, paprika is jó hozzá, vörös hagyma. Ez elég lesz vacsorára. Hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót, jó étvágyat hozzám!